Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója, lássuk röviden mai híreinket. Magas a vaklármák száma Sarkadon. Együttműködési megállapodást kötött a város a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvánnyal. Évfordulóhoz értek. A Békéscsabai Áldozatsegítő Központ munkatársaival egyeztettek. Emlékezés a Művelődési Központban. Oláné, Keresztesi Éva és Hajdik Antal munkái láthatóak közös tárlaton. Csattanhat az ostor. A könyvtárban mutatták be Lovász Sándor új kötetét. Megemelkedett a vaklármák száma 2023-ban. Derült ki a gyulai hivatásos tűzoltó parancsnokság tavalyi évről szóló beszámolójából. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen emellett szó volt arról is, hogy csatlakozik a város a Nemzeti Tudósképző Alapítvány kiemelkedő Nobel program csomagjához. Ez a nap híre. Több témában született döntés a csütörtök délelőtti képviselőtestületi ülésen. Beszámolót hallgathatott meg a grémium a gyulai hivatásos tűzoltó parancsnokság 2023. évi tevékenységéről. Zanóc István tűzoltó alezredes kiemelte, az elmúlt 12 év második legmagasabb esetszámát tudják maguk mögött. Az országos tendenciát követve sokkal kevesebb tűzeset volt, és sokkal több műszaki mentés. 566 esetben kezdték meg a vonulást, segítségnyújtásra 46 alkalommal indultak el. A vaklármák száma viszont nagyon magas lett 2023-ban, ezek kivétel nélkül Sarkadról érkeztek. A szándékosan megtévesztő jelzések lehet, hogy a tudatlanságra vezethetők vissza. Sokan úgy gondolják, hogy a tűzoltóság erejével, idejével érdemes és jó játszani, és a hívásfogadó központokba olyan jelzést generálnak telefonon keresztül, ami életveszélyre vagy egyéb más veszélyre utal, és a diszpécser úgy gondolja, hogy ez egy valós jelzés. Tehát jó színészi képességekkel rendelkező rossz indulatú személyekről van szó, akik minden kérdésre válaszolva, ezen a kérdés soron átmenve tulajdonképpen aztán jelzéssel élnek a tűzoltóság irányába. Zanóc István kiemelte, lakóépületben 13-szor keletkezett tűz Gyulán, halálos kimenetelű tűzeset nem történt, 3-an sérültek meg. Fakidüléshez 106 esetben vonultak, 18 közúti balesetnél avatkoztak be. Szénmonoxid jelzés 18 esetben érkezett, melyből 6 esetben valóságos mérgezés gyanú és mérgezés volt. 5 éves időtartamra együttműködési megállapodást köt a város a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvánnyal. Ez az orvosképzéssel kapcsolatos tehetségkutatást erősíti. A Nemzeti Tudósképző Akadémiának van egy kidolgozott programja, melynek célja, hogy a képzésben résztvevő diákok megszeressék az orvosi hivatást. Hazai egyetemen egészségügyi, biológiai szakirányon tanuljanak tovább az érettségi után. Emellett a diplomaszerzést követően tudásukat Magyarországon kamatoztassák. Az alapítvány célja az, hogy olyan városokat támogasson, amelyekben kiemelkedő biológiai képzés zajlott az elmúlt években, illetve magas színvonalú a kórházi betegellátás is. Az alapítvány vezetőinek megítélése szerint a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium minden tekintetben megfelel a területi központ kiválósági feltételeinek, tehát a partneri intézmény az Erkel Gimi lenne, de minden gyulai középiskolába járó diák részt vehet ebben a programban. Tehát nem csak az erkeles diákok, hanem minden diák, minden középiskolás diák. A sokkal több lehetőséget biztosító, kiemelkedő Nobel program csomagot fogadta el a grémium. Ez többek között laboratóriumi gyakorlatok számának növelését, középiskolás diákok és tanáraik találkozóját, Nobel-díjas és világszinten elismert belföldi és külföldi tudósokkal, valamint országos szakmai rendezvények Gyulára hozatalát tartalmazza. Azok a gyulai diákok, akik középiskolásként benne vannak ebben a programban, és felveszik őket egy hazai orvosi egyetemre, akkor nekik lehetőségük lesz megpályázni orvostanhallgatóként a Szent Györgyi Hallgató Ösztöndíjat, ami havonta 75 ezer forintot biztosít számukra. A Békéscsabai Áldozatsegítő Központ munkatársaival egyeztettek a minisztérium képviselői. A látogatás apropóját az adta, hogy a központ működésének egy éves évfordulóját ünnepelte. A Békéscsabai Áldozatsegítő Központban tett látogatást
majd a kormányhivatalban megtartott szakmai egyeztetésen vett részt szerdán az igazságügyi minisztérium képviseletében Répási Róbert miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár és Király Nóra miniszteri megbízott. A látogatás egy országjáró körút negyedik állomása volt, mely során a központok munkatársaival és mindennapi munkájukkal ismerkedtek. A Békés Csabai programok apropóját az adta, hogy a központ működésének egyéves évfordulóját ünnepelte. Szakmai egyeztetést folytattunk ma itt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban, annak érdekében, hogy tapasztalatokat szerezzünk, meglássuk azt, hogy milyen munka folyt itt az elmúlt egy évben, és hát nagyon örülök neki, mert tényleg fantasztikus az a munka, ami itt zajlik. Nagyon komoly együttműködések köttettek az elmúlt egy évben, és az itt dolgozó elhivatott kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy akinek segítségre van szüksége, az megkapja akár az anyagi segítséget, akár a lelki segítséget. Nem csak a bűncselekmények felderítése a fontos, hanem az áldozatok terheinek enyhítése is, hangsúlyozta Vörös Ferenc. Békés Vármegye rendőrfőkapitánya kiemelte, első körben nyilatkoztatják az áldozatokat, hogy kívánnak-e segítséget kérni. Elmondható, hogy Békés Vármegyében a vármegyék rangsorában nagyon kevés bűncselekmény válik ismerté. Biztonságban élünk itt Békés Vármegyében, de ez a 4300 körüli bűncselekmény, ami ismerté vált a tavalyi évben, ennek köréből mintegy 550 sértett volt az, aki igénybe vette valamilyen módon, vagy nekünk legalábbis úgy nyilatkozott, hogy igénybe kívánja venni az áldozatsegítő rendszert. A magyar kormány kiemelt feladata a bűnözés visszaszorítása mellett a bűncselekmények okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedő emberek társadalmi, erkölcsi, pszichés és anyagi sérelmeinek enyhítése. Az igazságügyi minisztérium vezetésével immár 14 áldozatsegítő központ és 3 áldozatsegítő pont működik országszerte, az áldozatsegítő vonal pedig a nap 24 órájában ingyenesen, hétvégén és ünnepnapokon is hívható. A végső cél az, hogy 2025-re minden vármegyében kialakítsanak egy áldozatsegítő központot. Szerda délután emlékezés címmel nyílt kiállítás a Művelődési Központ földszinti aulájában. A gyulai kötődésű Oláné Keresztesi Éva és Hajdik Antal munkái először láthatóak közös tálaton. Szabó Botond közreműködésével nyílt meg szerda délután Oláné Keresztesi Éva és Hajdik Antal alkotásait bemutató tárlat a Művelődési Központ földszintjén. A kiállítást a Köröspart Galéria szervezte elsősorban azért, hogy a művészek válogatott alkotásaival felidézzenek egy sok évvel ezelőtti nosztalgikus hangulatot, fogalmazott Durkó Károly. A kiállítás szervezője elmondta, Oláné Keresztesi Éva munkáit mintegy 30 évvel ezelőtt láthatták a gyulaiak. Hajdik Antal alkotásai önállóan is megjelentek, de jellemzőbb volt a Costa Rosariával, egykori feleségével közös tárlat. Próbáltuk ugyanazt a kort előhozni egy másik hölggyel, aki egy pedagógus festő volt, Hajdik Antal pedig egy festőművész. Nagyon izgalmas, ahogy a két alkotó köszön egymástak a képeivel, a csendéletek, az utcarészletekkel, a noszvai utcaképek, a gyulai utcaképekkel, a Balaton előtönük néhány képen, egy-egy portrét is láthatunk, valamint egy női aktot. Azt gondolom, hogy azt a korszakot egy kicsit visszahozza nekünk, és külön örömteli az, hogy két olyan festővel találkozhatunk, akiknek a gyulai kötődése egyértelmű. Személyesen is ismerte Oláné Keresztesi Évát Székely Árpád, egykor még festményeket is kapott tőle. Hajdik Antalhoz nem kötik emlékek, viszont művészetét jól ismeri. A kiállítás szervezésében közreműködő Székely Árpád elmondta, miért tartották fontosnak a közös tárlat gondolatát. Két teljesen más típusú emberről van szó, mert Éva néni egy finom úriasszony volt, aki tudott viselkedni, hogy így mondjam. Hajdik Tóni egy kicsit bohém ember volt, akit nagyon lehetett szeretni, de ő azért más jellegű volt, mint Éva néni. Viszont a képeik a falakon jól elférnek egymás mellett. Úgy tűnik, hogy talán ez egy jó választás volt.
a sokakban emlékeket ébresztő, nosztalgikus tárlatot április végéig láthatják a művészetkedvelők a Művelődési Központ földszintjén. Ostor címmel jelent meg az újságíróként és a Gyulai Pálinka Fesztivál alapító ötletgazdájaként sokak által ismert Lovász Sándor legújabb kötete. A művet a napokban a Gyulai Könyvtárban mutatták be. Műfaji szempontból besorolhatatlannak nevezte írásait Lovász Sándor, aki a napokban mutatta be legújabb kötetét a Gyulai Könyvtár földszinti előadó termében. Az Ostor című könyvben a szerző régebbi írásai közül válogatott. Én elfelejtettem a műfajokat. Olyan értelemben, hogy nem tartottam fontosnak, hogy ez most novella, esszé vagy bármi. Maga a téma adta, hogy tulajdonképpen milyen formában jelenik meg. Na most, aki majd belolvas, látja, hogy az írások végtelenül le vannak rövidítve. Tehát aki olvas, az rá lesz kényszerítve, hogy velem együtt gondolkozzon, és tulajdonképpen a saját műfajában jelenítse meg a képzeletében, hogy most mit olvas. Lovász Sándor elmondta, munkáit egyfajta képszerűség is jellemzi, ami annak is köszönhető, hogy gyermekkorában sok diafilmet nézett, ez az időszak pedig annyira meghatározó volt számára, hogy a dolgokat ma is kissé leegyszerűsítve a diafilmekre jellemző módon igyekszik leírni. A címadó ostor az egy családtörténet, de nem a hagyományos értelembe véve. Tulajdonképpen végig gondoltam, hogy én milyen korszakot éltem át, és milyen felmenőkkel. Tehát a dédnagymamám, aki 90 éves koráig élt, például Gyulaváriban őt keresztelték meg 1892-ben a templomba elsőnek egy fiú gyerekkel. Na most vele és a négy paraszt nagyszülőmmel megéltem a feudalizmust. Átrohant rajtunk a szocializmus, belecsöppentünk a kapitalizmusba, és valahogy próbáltam az én életemet összefoglalni, hogy mi az, amit nekünk mindenképpen tudnunk kell, ahhoz, hogy megértsük a holnapot. Lovász Sándor olyan értelemben csalafintának nevezte a kötetben lévő 27 írást, hogy ezeken elmondása szerint minden rövidségük ellenére sem lehet végig rohanni. Jelentős eszközpark fejlesztés kezdődik a Gyulai Onkológiai Centrumban. Rövid hírek következnek. Kétfajta ellátást kaphatnak a daganatos betegek a Békés Vármegyei Központi Kórház Gyulai Onkológiai Centrumában. Az egyik a sugárterápiás, a másik pedig a kemoterápiás kezelés. Tordai László, centrumvezető főorvos fél éve áll az onkológiai központ élén, azóta több változást vezetett be. Három téma című műsorunkban hangsúlyozta, alapvető célja, hogy a régió betegei számára elérhetőek legyenek a legjobb kemoterápiás, immunterápiás, valamint a célzott terápiás lehetőségek úgy, hogy a betegek életminősége megmaradjon. Néhány héten belül hatalmas előrelépés kezdődik a centrum életében a sugárterápiás eszközpark fejlesztésével, emelte ki Tordai László. Az őszre várható projekt befejeztével a Gyulai Központ felzárkózhat az ország élvonalába, új lehetőségeket nyitva ezzel a betegek számára. Az elmúlt évtizedben hatalmas változások történtek az onkológiában. Az a betegcsoport, mely ma onkológiai kezelést igényel, mintegy 6-7-szerese a 10 évvel korábbinak, folyamatos kihívás elé állítva ezzel a tudományág művelőjét. Negyedik alkalommal rendezte meg a Gyulai Tankerületi Központ és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola az ünnepi gála hangversenyét Gyulán. Az eseményen Teleki Szávai Krisztina Kodály Zoltánt idézte. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét és ami benne érték, azt mind meghatványozza. A tankerületi igazgató kiemelte. A zenei nevelés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok, értékek átadására. Emellett hozzájárul a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a kitartó munkához, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez.
fejlődéséhez. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében a hangszercsere program jelentőségét emelte ki. Ez hozzásegíti a családokat ahhoz, hogy gyermekeiket megtaníthassák zenélni. Egy-egy hangszer megvásárlása a legtöbb család számára igen komoly kihívás, sokszor lehetetlen feladat lenne. A koncerten többek között Furulya előadás, zongorajáték, áldás, békességet kívánok házamnak, valamint kórus előadás is szerepelt a repertoárban. A műsorban felléptek a Gyomendrődi, a Mezőberényi, a Vésztői, a Békési, a Szeghalmi, a Dívoványai, valamint a Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói. A délalföldi régió legjobb egészségszervezőjét keresték azon a versenyen, melynek eredményhirdetését kedd délután tartották a Gál Ferenc Egyetem gyulai karán. A megmérettetés legjobbjának a kondorosi, de a békéscsabai közgében tanuló Bojtos Petra bizonyult. Hazánk olyan természeti értékekkel, gyógytényezőkkel rendelkezik, melynek kihasználtsága még mindig csak töredék a lehetőségeknek. Az eseményen Vince Gábor, a gyulai kar dékánja arról beszélt, hogy a felgyorsult világban nagy szerepet kap a wellness turizmus és a gyógyturizmus. Békésvár megyében ezért is érdemes megerősíteni ezeket a pozíciókat. Beke Szilvia dékán helyettes kiemelte, a verseny egyik fontos célja volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a helyi értékekre. Versennyel az egészségturisztikai szervezők munkájának fontosságára is igyekeztek felhívni a figyelmet. Philipp százados jubileumához ért a városi borverseny. Sándor János több mint 15 éve foglalkozik borászattal, néhai nagyszülei házánál, ahol van boros pince is. Kiemelte, a jó bor titka a jó idő mellett a türelem és a hozzáértés. A zsűri szakszerűen bírálta a beérkezett mintákat. Ilyenkor jó képet kapnak arról, hogy Gyulán milyen borokat termelnek. Először a színét és a tisztaságát vizsgálják, utána az illatot és az ízjegyeket. Ezt követi az összbenyomás, amely a legnagyobb súlya a bír egy bor bírálásánál. Bodor Martin, a Szent Vince borrend főborásza, az év során a helyi jelentőségű borversenyektől a nemzetközi megmérettetésekig kap meghívást. Ez azért is fontos számára, hiszen minél több bort kóstol az ember, annál több impulzus éri, annál jobban átlátja a bort. A gyulai rendezvényen második alkalommal vett részt. Bodor Martin kiemelte, sokszor csak apró dolgokon múlik az, hogy jobb legyen a bor minősége. Ennek érdekében a megmérettetést követően személyre szóló tanácsokat ad a borászoknak, hogy legközelebb ne kövessék el az esetleges hibákat. 60 dekorációs elem díszíti Gyulát az ünnepi időszakban. Lapszemle következik. Dekorációs elemek díszítik Gyulát. Ebben az évben mintegy 60 dekorációs elemet kihelyezve városunk 13 pontján, jellegzetes köztereinken állítottak fel húsvéti installációkat, írt a közösségi oldalán Görgényi Ernő polgármester. A számos helyszín között szerepel a Tiborcz utcai körforgalom és a várkert is. Ülésezett az idősügyi tanács. A napirendi pontok között szerepelt az idősügyi tanács idei munkatervének elfogadása és Békés Csaba 2024. évi költségvetésének ismertetése. Herceg Tamás országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta, Vicián György tűzoltó parancsnok a szénmonoxid jelző készülékek beszerzésének fontosságáról tartott tájékoztatót. Kárpátalján járt a Katolikus Caritas orvos missziója. Negyedik Aknasz latinai missziójából tért vissza a Katolikus Caritas önkéntes orvoscsoportja, írta a Magyar Kurír. A településen több mint 90 óvodást, iskolást és felnőttet vizsgáltak meg. Igazi ritkaság! Pusztai kucsmagombák jelentek meg a csorvási lözgyepen, adta hírül a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Ez a gomba a sztyepprímához köthető faj, jellemzően Kelet- és Közép-Ázsia sztyep területein honos. Magyarország az elterjedési területének nyugati határa.
A hétvégén szinte nyáriassá válik az idő, sok napsütésre és kellemes melegre készülhetünk. A jövő hét párfokos visszaeséssel és némi csapadékkal kezdődik. Pénteken napos, olykor felhős időre készülhetünk. Számottevő csapadék nem várható. Éjszaka 8 fokot, a kora délutáni órákban 22 fokot mérünk majd. Szombatra döntően napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet pedig 11 és 25 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Magas a vaklármák száma Sarkadon. Együttműködési megállapodást kötött a város a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvánnyal. Évfordulóhoz értek. A Békéscsabai Áldozatsegítő Központ munkatársaival egyeztettek. Emlékezés a Művelődési Központban. Oláné, Keresztesi Éva és Hajdik Antal munkái láthatóak közös tárlaton. Csattanhat az ostor. A könyvtárban mutatták be Lovász Sándor új kötetét. A Gyula TV híradóját látták. Most a Népi Mesterségek új része következik Szilasi Horváth Tamás késessel, majd az Eleki Magyar Bál néptáncos fellépői következnek. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!